Kedves nézők, vendégünk Weisz Fanni Siket, szépségkirálynő, modell, Magyarország civil hőse. Velünk van az ő élete párja, Szalóki Lázár, Lova, Dirty Slippers együttes frontember és Nyíra Gabriella jeltolmács. Kezdi csókom, jó reggelt! Amiről pedig beszélünk az az, hogy a rendkívül csinos hölgyet láthatták a veszprémi kézilabda csarnokban a szurkolók egy kampány kezdetén, kampány keretein belül, és ez így marad a jövőben is több kézilabda mérkőzésen. Az emberek többsége, ha 5000 ember elé ki kell mennie, akkor szerintem nagyon izgul. Te izgultál, amikor ki kellett menni egy teltházas veszprémi csarnok elé? Természetesen én is izgultam, de nagyon jó érzés volt ez, még meg is hatottam ezen a rengeteg emberen, és mindenki tapsolt, és a szívem is majdnem kiugrott, nagyon jó érzés volt. Ugye arról van szó, hogy a fogyatékkal élők és az épp emberek együttélésére hívja fel Fanni is a figyelmet, és mindenki, mind az 5000 ember jelnyelven tapsolt akkor. És az milyen érzés volt, amikor mindenki jelnyelven tapsolt? Hát majdnem elsírtam magam, fantasztikusan jó érzés volt. Én azt hittem, hogy ennek nem lesz ekkora sikere, de figyeltem és láttam, hogy ez ugyan nem rólam szólt, ez az összes fogyatékkal élőről szólt, de hát mégis én láttam ezt a rengeteg tapsolót. Nagyon úgy tűnik Fanni szerepléseiből, hogy rendkívül határozott és tudatosan képvisel és csinálja azt, amit csinál. Mivel lenne elégedett ezzel a kampánnyal kapcsolatban is? Mi az, amit feltétlenül szeretne elérni? Tehát továbbra is nagyon szeretném a figyelmet felhívni, a társadalom figyelmét felhívni a fogyatékkal élők életére, jelenlétére. És nem szeretném, hogyha ez ezen a szinten megmaradna, tehát szeretném, hogyha ez tovább fejlődne ez a kampány. Mindenképpen folytatni. Hol találkoztatok? Hogy kezdődött a... Hát először is szeretettel köszöntöm a nézőket. Annyit kell tudni a Fanniról és rólam, hogy egy közös ismerősünkön keresztül találkoztunk, és aztán minden nagyon gyorsan alakult, hál' Istennek. Találkoztunk Budapesten, aztán Pécsen is összejöttünk, és most egy hónapja vagyunk együtt. Nagy a szerelem, hál' Istennek, és megtörtént az eljegyzés is, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Ennyi. No, hát ez nagy szeretettel gratulálunk. Köszönöm egyébként szépen. Ott tudtál lenni Veszprémben, vagy ott tudsz lenni majd, mert ugye Fannit jövőben is több kézilabda sporteseményen láthatják a nézők, amint ezt a kampányát folytatja. Ott voltál, ott leszel? Veszprémben sajnos nem voltam ott, már éppen felléptünk Békés Csabán, ott van egy ilyen nagyszabású lemezbemutatón, de például most szombaton Pécsen volt a Pécs-Sopron kosárlabda mérkőzés, ahol ott voltam én is a Trütkóval, illetve a Fanni édesanyjával, és nagyon-nagyon megható élmény volt, és fantasztikus volt látni azt a több ezer embert, aki nyilván Fanninak drukkol, illetve a Fanninak a sorstársainak, és ez egy nagyon-nagyon megható, és nagyon számomra is egy nagyon fontos kezdeményezés. Fanni, mi az, amit egy fogyatékkal élő leginkább elvárna, vagy amire leginkább szüksége van az épp társaktól, vagy milyen hozzáállást, viszonyulást vár? Tehát, hogy megismerjenek, megértsenek. Szeretném, hogyha elfogadnának minket, fogyatékkal élőket, és több nyilvánosságot. És hogy látod, hogy a fogyatékkal élők inkább visszahúzódnak, nyilvánvalóan akár lehet kevesebb önbizalmuk is, vagy pedig a fogyatékkal élés dacára is, mint ahogy te is kimernek állni, és bátran merik vállalni a nyilvánosságot is akár. Régen inkább visszavonultak, és most egyre inkább nyitnak a világ felé. És mindenkit arra biztatok, hogy vállalja fel a fogyatékosságát.
Egyébként attól nem tart az, hogyha egy ilyen csinos lány kimegy egy kézilabda csarnokba, utána a kézilabda meccset nem akarnak nézni a nézők. Tehát gyakorlatilag onnantól kezdve elvesztik az érdeklődésüket. Nem, ettől nem félek. Hol leszel még ott? Mert ugye a kézilabda szövetség elnökével, Sinka úrral megbeszéltétek egy menetrendet. Lesznek még válogatott mérkőzések is, úgy tudom. Igen, most csütörtökön is lesz röplabda mérkőzés Százhalombattán. Százhalombattán, ez lesz a következő állomás most csütörtökön. A továbbiakat még nem tudom. És egyébként, amikor nem a kampánnyal foglalkozol, akkor a modellkedés hogy halad, vagy tanulsz-e, vagy mivel töltöd a mindennapokat? Most egy alapítványt hoztunk létre, modellkedést azt továbbra is szeretném folytatni, a jel éneklést is szeretném, itt is vannak terveim a továbbiakban, tehát ez a tevékenységem. Ért egyébként? Ja, és még tanulok is tovább. A modellkedés során a sikettség miatt volt bármilyen hátrány, vagy mindenki azt mondta, hogy meglát egy ilyen gyönyörű lányt, hogy semmit nem jelent? Nem, semmilyen problémám a modellkedésben. 100%-osan tudom ezt a munkát csinálni. Hiszen nagyon sok segítséget kapok a munkavégzéshez mindenben. És Lobóval mik a tervek? Eljegyzés akkor rendben volt, rendben lesz minden? Természetesen itt egyébként az is az érdekes, hogy nyilván én zenész vagyok. A Fanni pedig modell, tehát... Igen, ez két olyan szakma, amit még magában se könnyű, nem hogy összehangolni. Igen, de pont ez a jó, és hát talán ezért is értjük meg egymást ennyire, mert neki nagyon sok fotózás van, nekünk meg nagyon sok koncertünk. És a Dirty Slipper zenekar is csatlakozott a Trütko, illetve a Sinka László kampányhoz, most gyakorlatilag, amit a kedves nézők hamarosan láthatnak, a Te vagy a Fény videóklip. Ezzel is próbálunk csatlakozni a kampányhoz, valamint írok Fanniról egy új dalt, ami a tervek szerint nyáron fog debütálni a hazai médiában, és ezzel is szeretnénk, ha a zeneipar is mögé állna ennek a kezdeményezésnek, ennek a kampánynak. Fanny klipben szerepel, vagy valahogy össze lesz hangolva? Természetesen benne lesz. Arról még mindenképpen, hogy visszatérve egy kicsit Veszprémre, meg az egész kampányra, hogy egyébként hogy találtak Sinka Lászlóval egymást, a Fanny és Sinka László? Vagy a felkérés mikor, hogyan érkezett? Tritkónak köszönhető ez. Igen, Új Tritkóról van szó. A kampány szervezője. Igen, neki köszönhető ez az egész kampány. Ő volt az ötletgazda. És igen? Igen. A zenére egy kicsit visszatérő meg kapcsolatotokra, a dalt ír rólad, Lobó, azt mondta meg, hogy a klipbe is szerepelni fogsz. Tényleg milyen lesz a dal? Hát mindenféleképpen a szerelmünket fogja boncolgatni, tehát azt tudom elárulni a kedves nézőknek, hogy gyakorlatilag azért a Dirty Slipper zenekarnak a munkáját folytatjuk. Tehát, hogy mi egy olyan zenekarnak tartjuk magunkat, aki azért az igaz érzésekről, tehát, hogy nem szeretjük azt, ha valami nem megtörtént eseményről, szóval, és pont ezért jó ez a mi szerelmünk, hogy jöttek az ihletek, és egyszerűen csak megszületett egy dal, és ez egy természetesen egy szerelmes, abszolút szerintem romantikus dal lesz, úgyhogy már várjuk, hogy elkészüljön teljesen. Mennyire nyitottak a Fanni még annyit zárásként az emberek ma Magyarországon, vagy mennyire elzárkózóak a fogyatékkal élőkkel szemben? Nem könnyű ez a dolog, de én úgy tapasztalom, hogy elég pozitív a hozzáállás a fogyatékossággal élőkkel szemben. Akkor legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánok az akcióhoz, meg a modellkedéshez is, meg a zenéhez. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.